Az önkormányzatnak, ezen belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálynak mi a szerepe a mostani átmenetinek nevezett buszos menetrend kialakításában? A közösségi közlekedés az a jogszabályi előírások szerint mindenütt az önkormányzatok feladata intézni, illetve biztosítani. Bár a jelenlegi törvényi rendelkezések szerint a Budapesten kívül a többi nagyvárosnak ez nem kötelező alapfeladat, de azt gondolom, hogy furcsán néznek ki, hogyha Nyíregyházán nem közlekednének a buszok. Úgyhogy ebből fakadóan a város kötött múlt évben egy hosszú távú szerződést, 10 éves szerződést a Volánbusz ZRT-vel, egy pályázat eredményeképpen, amit az EU előírások szerint bonyolítottunk le. Ebből fakadóan természetesen az önkormányzatnak, ezen belül pedig ezt a területet felügyelő osztálynak ebben jelentős szerepe van. Átmenetinek nevezzük ezt a mostani buszmenetrendet, de a hírek szerint régóta gondolkodnak azon, hogy legyen egy új, véglegesnek nevezett. Válasszuk ketté a dolgot, hogyan alakult ki ez a mostani? Tehát valóban, ahogy az előbb említettem, azzal, hogy hosszú távú szerződést tudtunk kötni a Volánnal, kialakult egy olyan normális munkaviszony, maradjunk így, ami lehetővé tette, hogy a volános kollégákkal nyugodt, hosszú távú időszakot tervezve le tudunk ülni, és egy új menetrendet készítünk elő. Tehát valójában a város már régóta azt a tervét dédelgette, hogy átalakítsa a menetrendet, ami azt jelenti, hogy teljesen más típusú menetrendindulásokat, felületeket alakítson ki, és ennek eredményeképpen januárban nekikezdtünk ennek a menetrendnek. Ez szerint, a menet ütemezés szerint augusztusban sikerült volna, vagy lehetett volna gyakorlatilag egy új menetrendet bevezetni a városban. Ugye azt tudjuk, hogy sajnos ez a mostani helyzet eléggé átírta a forgatókönyveket, és ugyanaz a csapat, aki nekünk, szakértői csapat, aki nekünk az új menetrend készítésével közreműködött, kapott egy új megbízást a várostól, hogy a jelenlegi helyzetre alakítson ki egy úgynevezett átmeneti menetrendet, ami azért alapvetően már olyan gondolkodással készült, amilyen az új menetrend készült volna, természetesen más kibocsátásokkal, más helyzetben. Gyakorlatilag ez a lényege. Az új átmeneti menetrend elkészítésén milyen szempontokat vettek figyelembe, miket kérdeztek meg? Hát kezdeném onnan, hogy nagyon sok más önkormányzatot is megnéztünk, megkerestünk, erre egy konferenciát is tartottak, ki milyen megoldással próbál reagálni a mostani helyzetre. Tényleg cég nélkül, vagy a város település neve nélkül említem, hogy van, aki nagyon egyszerűen megoldotta ezt a kérdést, bevezette a hétvégi menetrendjét és kész. Na most mi eleve abban gondolkoztunk, hogy ezt nem így kellene csinálni, tekintettel arra, hogy teljesen más helyzetet teremt ez a mostani időszak. Munkába kell járni embereknek, tehát a munkabájárás az egy nagyon fontos, azt ki kell szolgálni, főleg úgy, hogy nem lenne szerencsés, hogy a munkába járó utasok azok nagyon zsúfolt buszon közlekedjenek, illetve felmértük azt is, hogy egyáltalán most milyen az utazási kerv, tehát hányan utaznak, tehát magyarán két irányban indultunk el, az egyik a nagy foglalkoztatókat kerestük meg, a másik pedig az, hogy csináltunk egy menetrendi felmérést, amit a Volánbusz kollégái segítettek nekünk. És ebből a fakadóan ez a két fő irány volt, amit mi mindenképpen szerettünk volna, hogy mondjam, támogatni. Egyszerre 120 ezer embernek nyilván nem lehet kedvezni egy általános menetrenddel, de hogyha már a munkáltatókat vizsgáltuk, ön szerint ez a mostani egyelőre hangsúlyozottan átmeneti menetrend mennyire szolgálja a munkába járók, az egészségügyi intézményeket elérni kívánok, vagy a bevásárlóközpontokba igyekvőknek a kényelmét? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt a szerepet be kell, hogy töltse az új menetrend, tekintettel arra, hogy a munkáltatókat mi megkérdeztük, munkáltatóknak ki kellett tölteni egy webes felületen egy kérdőívet, és ezeket a kérdőívi visszajelzések alapján kezeltük, hoztuk össze az új menetrendet. Gyakorlatilag teljesen új járatok is indulnak, kimondottan úgynevezett 90-es járatok a munkavállalókat, munkáltatókat fogják kiszolgálni. Én azt mondom, természetesen mindenütt lehetnek pontatlanságok, vagy lehetnek olyan korrekciók, amelyek későbbiek folyamán le lehet kezelni. Abban az esetben nyilván, amikor ez el fog indulni, mindenütt van egy utánkövetés minden menetrend bevezetésénél. Ennél is lesz egy úgymond egy utánkövetés, abban az esetben, hogyha hozzánk, Volánhoz szakértőkhöz érkeznek olyan megkeresések, amit logikusan be lehet építeni a rendszerbe, azt meg fogjuk tenni. Ön szerint mik az előnyei ennek a mostani átmeneti verziónak, az újdonságai egyben? Én azt gondolom, hogy ha csak először a technikai részét nézzük, most még ugye nem látják a tisztelt városlakók, legalábbis kint nem az utcán, de már akár a média felületeken láthatják, teljesen új felülete vagy formája lesz a menetrendnek.
nem azzal a hát kivételt képeznek egyenlő, meg a házi állatok egy része, de nyilván ahhoz is hozzá fogunk időben nyúlni, de a nagy része a menetrendi tábláknak átalakult teljesen. Magyarán egy sokkal áttekinthetőbb, sokkal jobban kezelhetőbb, nem kell, hogy mondjam, különböző jeleket vizsgatni a tisztelt utasoknak azért, hogy rájöjjenek, hogy éppen mikor, hogy milyen busz közlekedik. Tehát sokkal tisztább helyzetet fog ez teremteni, az egyik része a dolognak. Illetve sokkal rendszeresebben, egyenletesebben fognak járni, nem ilyen furcsa 23 percenként, hanem lehetőség szerint fél óra, negyed óra, tehát olyan időpontokat néztünk ki, ami könnyen megegyezhető is, tehát akár majdnem azt mondani, hogy menetrendi füzet nélkül, vagy egy menetrend kézbetartásával nélkül is lehet közlekedni, és tudja az ember építeni majd a közlekedését. És akkor mondjuk még egyszer az volt, ez most egy átmeneti, erre a különleges koronavírus világjárvány okozta helyzetre reagálva, és ugye az eredeti terv szerint augusztusra kellett volna elkészülnie egy alapjairól új menetrendnek. A kommunikében azt lehetett olvasni, hogy a majdani teljesen új már tartalmazhat ezekből a mostaniakból egy bizonyos elemeket, ha beválnak. Igaz ez, és mikorra lesz kész így átírt forgatókönyvvel várhatóan a nagy? Ugye azt kell látni, hogy azokat a mérési eredményeket, amit most jelen pillanatban azért viszonylag egyszerű technikával tudtuk csinálni, felkértük a buszsofőröket, hogy mérjék, nézzék, számolják a buszon utazókat. Ez későbbiek folyamán más technikával mehetne. Na most nyilván akkor, ha nem egy normál menetrend szerint közlekednek a buszok, nem a normál menetrend szerint járnak az emberek dolgozni, akkor nem volt igazán lehetőség arra, hogy ezt rendesen fel tudjuk mérni. Tehát ez volt az oka annak, hogy kénytelenek voltunk elhalasztani ugye az új menetrendnek a bevezetését. Tehát sokkal jobb alapadatoknak kell lenni ahhoz, hogy jó legyen a menetrend. Na most akkor, amikor a helyzet visszaáll egy normálisabb rendszerre, akkor tudjuk folytatni. Nyilván most becsülni tudunk, úgy gondoljuk, hogy december hónap az, amikorra ezzel kész lehetünk, tehát nyilván új felméréseket kell csinálni. Tehát azt gondolom, hogy akkor lesz egy olyan új menetrend, ami valóban a mostani menetrend egyes elemeit mindenképpen át fogja venni, hiszen az volt a tervünk, hogy akkor tudjuk a lakosokat, utazóközönséget igazán visszacsábítani a buszközlekedésre, ha minél kevesebb kényelmetlenséggel szembesülnek. Tehát például egy átszállás, az tipikusan az a helyzet, hogy át kell szállni az egyik buszról, várni kell, csatlakozást nézni. Tehát most sokkal több olyan járatot nyitottunk, ezt fogják látni majd a lakosok jelen pillanatban ilyen perjeles számozással, ahol két buszjáratot összevontuk, ennek eredményeképpen a két buszjáratnak a sűrűsége valamilyen szinten összeadódik, illetve igazán egy hosszabb járatról beszélünk, de senki úgy gondolom, hogy nem lesz ennek kárvalotja. Figyelembe veszik majd a végső menetrendben a utazóknak a visszajelzéseit is, amik addig születnek? Természetesen ezt úgy gondolom, hogy most is figyelembe vesszük, hiszen mind a volán busz részére, mind pedig mi hozzánk folyamatosan szoktak vélemények érkezni. Tehát a volán és a város közötti összekötő szerződés kötelezően elő is írja, hogy ő folyamatosan utaspanaszokat kezeljen, vizsgáljon, és neki válaszolni kell, akár közösen az utasoknak a panaszaira. Nyilván minden valamilyen korlát között tudunk kezelni, tehát itt a legnagyobb korlát az nyilván a pénzügyi korlát, de azt gondolom, hogy most jelen pillanatban nem ez volt az elsődleges szempont, hogy ezt kezeljük, hanem az, hogy egy jobb menetrend legyen erre az időszakra.